Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ebben a videóban. Most egy olyan kérdést nézünk meg fő kérdésként, hogy mi az, amit szíve szerint tenne, mit szándékozik tenni a kedvesed, a szerelmed, akire szeretettel gondolsz, és mi az, amit valóságban is megtesz. Nagyon sokszor ez a két dolog, ez teljesen ellenkező tud lenni, ezért is nézzük most ezt meg, hogy mit mondanak a kártyák. Mielőtt elkezdenénk, köszönöm szépen nektek a sok-sok figyelmet, az, hogy követitek a munkámat. Nagyon hálás vagyok érte. Azért is, hogy nagyon sokan választotok engem egyéni iránymutatásokhoz, ezért is nagyon hálás vagyok. Ezek általános iránymutatások, azt vegyétek belőle figyelembe, ami számotokra úgy érzitek, hogy hasznos. Ha kevésnek érzitek az információt, akkor érdemes egyéni tanácsadást kérni. Ezt itt a videó alatti e-mail címen, vagy a Varázslatos Tarot Üzenetek Anitól Facebook oldalon keresztül tehetitek meg. Az egyéni kártyás iránymutatást lehet kérni Theta Healing letöltésekkel. Ilyen módon, ahogy pozitívat mutat a kártya, azt meg tudjuk erősíteni, illetve a negatívat azt tudjuk oldani. Hogyha nagyobb blokkot, elakadást éreztek, akkor érdemes a Theta Healing konzultációt kérni. A Theta Healing konzultáció során fel tudunk oldani negatív érzéseket, ki tudjuk cserélni a negatív érzéseket pozitívra, illetve negatív hitrendszereket tudunk törölni, pozitívakat letölteni. Segít az elengedésben, a továbblépésben, az új tervezésében és az új megteremtésében is. Kérhetitek a Theta Healing konzultációt kártya elemzéssel együtt is. Ilyenkor megnézzük, hogy mit mutat a kártya az adott helyzetről, és utána pedig megcsináljuk a Theta Healing konzultációt. Regressziós utazásra is jelentkezhettek. Ez egy olyan technika, amivel vissza tudunk menni egy mély meditatív állapotban, előző életekbe, és megnézhetjük ott, hogy az életed mostani szereplői milyen szerepet játszottak előző életben, és esetlegesen van-e velük kapcsolatos feladat. Hogyha ez érdekel, akkor erre is várom sok szeretettel a jelentkezéseteket. És akkor nézzük meg, áll most jelenleg ez a kapcsolat. Lelki kapcsolódás van közöttetek. Nagyon sokat tanít nektek ez a helyzet most, önmagatokról is, a spirituális utatokról is, illetve a kapcsolatotokról, az érzések felvállalásáról, de valamilyen megakadás van a kapcsolatban. Nem tudtok annyit tenni érte, hogy ez tudjon változni. Ez lehet, hogy csak érzelmileg van ez a kötődés, lehet, hogy a fizikai síkban, a fizikai valóságban most nem is tudtok igazából találkozni, és nem tud elindulni közöttetek az az új, ami szükséges lenne, ami lehetővé tenné a teljes mértékű kapcsolódást. Nem tudtok kellő energiát beletenni, és ezáltal egy ilyen megrekedt állapotot mutat ez a kártya. Nézzük azt, hogy hogyan érzi most ő magát általánosan. Hát elég rosszul érzi magát, erőtlennek, döntésképtelennek, nem tudja, hogy hogyan lehetne változtatni a dolgokon. Egyfajta ilyen elfásultság is lehet ez, és a teljes határozatlanság is ott lehet, mert nem tud igazságos döntéseket hozni annak érdekében, hogy itt minden erőt bele tudjon tenni abba, hogy jöjjön a változás. Kibillent egyensúlyban van, amikor nem érzi a cselekvő erejét, nem érzi magát magabiztosnak, nem érzi azt, hogy ténylegesen el tudna köteleződni egy bizonyos döntés mellett. Nézzük, hogy te hogyan érzed magad. Energikusabbnak érzed magad, bár ott vannak a kétségek benned is. A két lehetőség ott van.
Még az is benned lehet, hogy harcol saját magaddal, a gondolataiddal, hogy melyik lenne az igazi megoldás itt ebben a helyzetben. Viszont azért sokkal magabiztosabb vagy, sokkal céltudatosabb vagy, mint ő. Nézzük, hogy ő hogy érez irántad. Kicsit álmodozó érzései vannak, a szeretet ott van benne, a várakozás ott van benne, ugyanakkor nagyon erőteljes félelmei vannak veled kapcsolatban. Ez lehet a döntésképtelenség miatt is, meg az miatt is, hogy ezt az érzelmet nincs elég ereje, hogy megmutassa, hogy tovább tudjátok fejleszteni, és rengeteg olyan gondolata van, amivel szinte őrületbe tudja kergetni saját magát. Ez az abszolút ingadozás is okozhat ilyen állapotot, amikor már annyi gondolata van, hogy mi lenne a jó, és hogy lenne a helyes, hogy már szinte menekül a saját gondolatai elől is. Nézzük a te érzéseidet iránta. Benned is ott vannak a kétségek, már a második, kettes lap a részedről is. Tehát ott van a kettősség, hogy eszedre vagy a szívedre hallgass, hogy nem vagy biztos benne, szinte abban sem, hogy te magad mit érzel. Ugyanakkor ott vannak a szilárd érzelmek iránta, az értékes, szép érzelmek, amik hosszú távon ott vannak. Ez a kettősség, ez a kétség, ez inkább arra vonatkozhat, hogy merje utat engedni ezeknek az érzéseknek. És ez a botok kettes is azt mutatja, hogy mit cselekedj, hogy hogyan tegyél, abban vannak kétségeid. Viszont egy szilárd érzelmi alapot jelent az érmék tízes, a kiteljesedett érzéseket, amikor azt érzed, hogy ez kincset érő, neked ez a kapcsolat. Ő neki viszont erőteljesen ott vannak a félelmei. Mit gondol ő, hogyan gondolkodik a kapcsolatról? Már a második apród. Az apródok a kezdetleges új pici lépéseket is jelentik. Nagyrészt úgy gondolkodik a kapcsolatról, hogy vannak apró pici tervei, ilyen, mint hogyha ilyen számvetés időszakában lenne, ahogy itt látszik itt ez az érmék hercegnőjénél. Felméri a helyzetet, hogy mik a lehetőségek, és a bizonytalan terveket is jelenti, amikor nagyon átgondoltan felmérjük azt, hogy mi az, amit tehetünk, mik a lehetőségek, de mellette ott ez a kelyhek hetes, ez a földtől elrugaszkodott kis tündérke nem is igazából látja reálisnak azt, hogy ő tervezni tudjon ebben a kapcsolatban. Úgy gondolja, hogy előre kéne lépni, hogy tenni kellene, hogy el tudjon indulni az az új, ahol már az érzelmeket is meg lehet mutatni, bár a kelyhek hercegnője is nagyon kezdetleges első kis lépéseket jelent, ott is inkább a várakozás van, de attól függetlenül benne van az is, hogy lehet, hogy ez csak egy olyan vágyálom, ami aztán nem tud megvalósulni. Hogy gondolkozz te a kapcsolatotokról? Úgy gondolod, hogy a nehéz időszaknak már vége tud majd szakadni, és el tud indulni az igazi kiteljesedést hozó új, ahogy látszik is itt a bőségszaru van, itt az érmékásza kártyán. Tehát a kétségek ellenére, amik azért itt mutatkoznak nálad, azért úgy gondolod, hogy itt már le tudjátok tenni majd azokat a terheket, amik még most nyomják a vállatokat. És tényleg hozhatja azt a helyzetet, ahol érzelmileg ki lehet teljesedni. Meg lehet élni a biztonságot, a stabilitást. Ő ezzel szemben azért ott a bizonytalanság az ő részéről sokkal inkább látható. Nézzük, hogy mi az ő legnagyobb akadálya. Hát
Hát ez látszik, hogy a kiszolgáltatott helyzet, amikor betegség van, és valakit ápolni kell valakinek, ugye akkor azt megéli, hogy ki van szolgáltatva a másik embernek. És ráadásul ez a sok-sok fenyegető kard körülötte azt jelenti, hogy itt még a gondolatok is fenyegetőek. És amikor betegek vagyunk, akkor ráadásul nem is tudunk úgy tenni, mozogni, mert ez is egy kiszolgáltatottság, a testünknek kiszolgáltatottság. Azt éli meg legnagyobb akadályként, hogy most neki olyanok a körülményei, hogy nem tud tenni. Máson múlik az, hogy változzon a helyzet. Máson múlik az, hogy ő jól tudja érezni magát. Egy beszorított helyzetet él meg, és ez akadályként ugye azt jelenti, hogy egyáltalán nem tud mozdulni. Ott van az erőlapja fordítva, hogy hogy érzi magát. Ez most még itt konkrét betegséget, akadályoztatást is jelenthet sokaknál. És nézzük neked, mi a legnagyobb akadályod. Éled meg, hogy titkok vannak, nem látsz tisztán, nem tudod, hogy mi fog történni, a kétségek ott vannak, de nem tudod, hogy most melyikre hallgass igazából, az intuíciódra, vagy a gondolataidra. Ráadásul még ez a titkok lapját jelenti, tehát azt is érezheted, hogy itt titkok vannak előtted, hogy nem őszinte a másik, nem mondja el azt, amit igazából érez. Aztán a türelmetlenség is ott lehet, amikor már ott van nálad ugye a botok királynője is, tehát amikor már siettetnéd azt, hogy változzon a helyzet. Aztán a túlzottan a megrekedtség, a stagnálás, ugye az ellenkező oldala a főpapnőnek, amikor már a túlzásba vitt türelem ott van, amikor nem változik semmi, hát ez is lehet nálad akadály. És akkor nézzük azt, hogy mi az, amit tenni szeretne, mi az a szándék, amit szívéből szeretne tenni. Szíve szerinti szándéka az lenne, hogy elinduljon feléd, az értékes lehetőségek felé, hogy tegyen is lépéseket, és hogy ki tudja mutatni az érzéseit, hogy ne kelljen távolságot tartania, és hogyha ki tudná mutatni az érzéseit, akkor el tudná indítani az újat közöttetek, a teljesen új szakaszt, meg tudnának szűnni azok a szívfájdalmak, amik most jelenleg még ott lehetnek a bizonytalanság miatt, és tudna tenni azért, hogy ez a kapcsolat, ez egy felvállalt, kiteljesedett, kölcsönösen elismert kapcsolat legyen közöttetek, a teljes odafordulással, az érzelmek kimutatásával. Szeretné, hogyha lassan, de biztosan haladnának közöttetek a dolgok, és hogyha minden, ami eddig fájdalmas volt kettőtöknek, az el tudna múlni. Szeretne ezért tenni, tervezni, és aztán előre lépni, látni a lehetőségeket, és utána pedig felvállalni, és mindent kimondani, elmondani, megmutatni az összes érzést, ami benne van. És nézzük azt, hogy mi az, amit meg is tesz, amit ténylegesen megtesz. Amit ténylegesen megtesz, hát ez a védekezés, illetve valószínűleg vívódik is saját magában, veszélyeztetve érzi magát, és védekezik is az ellen, hogy nehogy valami baj történjen. Ez egy ilyen stresszes készenléti állapotot jelent, és harcot is jelenthet saját magával, amikor harcba van, hogy hogyan döntsön, hogy mit tegyen. Ugye az igazság lapja fordítva, ami az abszolút kibillent egyensúlyt már mutatja, az itt is megmutatkozik az ő tényleges lépésein, illetve egy leállás, egy hallgatás, egy megrekedtség az itt is látszik ezekből a kártyákból, amikor nem mutatja ki az érzéseit, ott vannak a mély érzései, de hallgat róluk, nem beszél róluk, sőt, ez a főpapnő ez azt is jelezheti, hogy,
hogy kifejezetten lehet egy olyan időszak, amikor nem is nagyon beszéltek egymással, és hát a mértékletesség fordítva az is azt mutatja, hogy egy kibillent egyensúly van. Nincs egészséges mértékben a kapcsolatban az érzelem, a tettek, a kimutatott érzések, tehát hogy itt is az egyensúlytalanság, a harmónia hiánya, ami megmutatkozik. Ez megmutatkozhat egyébként abban is, hogy így az egész képet nézve, hogy nem kiszámítható, hogy hogyan viselkedik ő. Ez benned is bizonytalanságot kelthet. Szeretnéd, hogyha már ez a nehéz időszak véget érne. És akkor nézzük, hogy te hogyan viselkedsz vele. Neked mik a szándékaid, te mit akarsz tenni. Uralkodónő, csak ejhek hetes. Mindezek ellenére úgy tűnik, hogy te egészen jól érzed magad, te tudod élvezni a saját életedet is, mint hogyha te lennél az életed királynője, és ez egy nagyon pozitív állapot, amikor ezt meg tudod élni, és ugyanakkor ott van a várakozás arra, hogy együtt is meg tudjátok élni az örömöket, sőt egészen ott van az álmodozás is, a vágyakozás is, ami nem biztos, hogy teljesen reális, nem biztos, hogy az teljesen stabil lenne a számodra, sőt, ez a vágyálmoknak alapja inkább, a kelyhek hetes. Tehát egy ilyen várakozó időszakot jelent, amikor kreatívan teszel azért, hogy jól érezd magad, türelmesen várakozol, és közben ott van ez a kicsit álmodozós energia is benned. Nézzük, hogy merre halad a kapcsolat. Botok 4-es, és a botok 7-es. Stabilizálódás felé halad ez a kapcsolat. Tehát amit ő szeretne és meg szeretne lépni, és ami az igazi szándéka, a szíve szerinti szándéka lenne, ugye aznak teljesen ellentmond, amit végül is kimutat, és ami megvalósul ebből. Tehát annak ellenére, hogy ott visszafogott érzésekről beszél itt a kártya, meg egyensúlytalanságról, ennek ellenére stabilizálódás irányába halad ez a kapcsolat. Magasabb szintet is jelent ez a botok 4-es lapja, ahhoz képest, ahol most van a kapcsolat, de mellette a botok 7-es az még mindig ott van ez a védekezés, ami nála is megmutatkozik aktívan, ugye, hogy mi az, amit meg is tesz, amit kimutat feléd. Itt az árvíz ellen védekeznek, hogy az érzéseket jelenti a víz, és itt homokzsákokat pakolnak, hogy nehogy az víz elsodorja őket. Tehát benne van egyfajta távolságtartás, benne van egyfajta védekezés, aminek a fő célja ez lehet, hogy ne borítsák előt az érzések, hogy racionális tudjon maradni. Tehát egy kettősség, ami felé halad a kapcsolat, egyrészt van benne előrelépés, stabilizálódás, másrészt pedig azért még mindig ott van a védekezés, hogy megvédeni az érzéseket, nem úgy kimutatni, mert hogy az veszélyeztető lehet. Hát ez volt a párkapcsolati kirakás. Remélem, hogy tudott mindenkinek valamennyit segíteni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és további csodaszép napot kívánok!